Az új évben a fiatalok sok szórakozást, a szülők pedig jó gyerekeket szoktak kívánni. Nos, Dél-Koreában a fegyelmezéshez meglehetősen katonás eszközöket is bevetnek a szószoros értelmében. Az engedetlen gyerekeket katonai táborba küldik, és az is kiderül, hogy bizony a dél-koreai katonáskodást nagyon is komolyan kell venni. Ugyanez a világ egyik legfejlettebb gazdasága, ez azonban magában hordozza a társadalmi veszélyeket is. A fiatalok például elpuhulnak, nem tudnak mit kezdeni az eléjük kerülő kihívásokkal, nehézségekkel. A hagyományos nevelési elvekben bízó szülők azonban erre is tudnak megoldást, hogy mennyire hatékonyat, azt ki dönts el maga. Ebben a kiképzőtáborban szó szerint katonai körülmények között tartják a megjavulni kívánó iskolásokat, fagypont körüli hőmérsékletben, jeges hóban. A szervezők szerint a tábor a gyerekek keménységét és kitartását szeretné tesztelni. A jelentkezők többsége nem önként érkezett, főleg az aggódó szülők iratták be csemetéiket az 5 napos vagy 2 hetes kurzusokra. Kemény edzésen a résztvevőknek önként vagy dalolva be kell ismerni gyengeségeiket. Nem viselkedtem rendesen, amint a szüleim nem figyeltek rám. Mostantól megígérem, hogy még akkor is rendes leszek, ha nem figyelnek oda. A tanulmányaimra fogok koncentrálni, és engedelmeskedni fogok a szüleimnek. A kiképzők szerint főleg a személyiségfejlődésre koncentrálnak, bár igaz, nem éppen pszichológiai módszerekkel. Erősíti azoknak a diákoknak az önbizalmát, akiknek nincs. Arra is képezzük őket, hogy a hozzáállásukon javítsanak. Manapság sok fiatal úgy nő fel, hogy nem találkoznak sok nehézséggel, és ezért nem is lesznek elég érettek. A személyiségfejlesztésen dolgozunk a kiképzések alatt. A gyerekek ellenállása előbb-utóbb megtörik és beismerik hibáikat. Először nagyon haragudtam a szüleimre, amiért ide küldtek, és a hidegben itt kell gyakorlatoznom. De most már tudom, hogy szeretetből tették. A táborban a fizikai feladatokon kívül csapatépítő tevékenységek és egyéni fejlesztési gyakorlatok is segítik a nevelődést. Itt 1997 óta több mint 100 000 gyereknek sikerült megtalálni a helyes utat, vagy legalábbis az egyenesebbet. A katonai kiképzés Dél-Koreában igen komolyan veszik, a fegyelem alól pedig akkor sincs kivétel, ha éppen egy közkedvelt sztárról van szó. A férfiak számára kötelező 2 éves sorkatonai szolgálatot töltő Rain néven ismert K-pop sztár nemrég azzal került a vezető hírek közé, hogy szolgálat közben randevúzott, ráadásul hiányos egyenruhában, azaz sapka nélkül. Gyakorlatra indult, és megerősítem, hogy visszafelé volt magánjellegű találkozója, amit szabálysértésnek értékelünk. Az engedély nélküli eltávozásnak azonban súlyos következményei lesznek, és ettől még akkor sem tekintenek el, ha 30 éves férfi lemezét millió számra veszik a rajongók. Az osztag, amelybe tartozik, fegyelmi bizottságülést tart jövő héten, és intézkedni fog, hogy az eljárás a többi katonával szemben is méltányos legyen. A fegyelmi bizottság azt is kivizsgálja, hogy a férfi miért tölthetett az eddigi 450 nap alatt az általában engedélyezett 50 kimenő nap helyett 94-et távol az egységétől. A botrány után több ezren írták alá azt az online petíciót, amelyben egyenlő bánásmódot követelnek. De nem Rain az egyetlen, akivel kivételeztek. A Gangnam Style-lal világhírt szerzett Psy-nak annak idején 2-szer kellett teljesíteni a kötelező szolgálatot, annyiszor vétett a szabályzat ellen. Ennyi fért az év első Ázsia magazinjába. Ha kérdésük, javaslatuk van a műsorral kapcsolatban, kérjük írjanak az azsiakukac.hirtv.net e-mail címre. Adásainkat megtekinthetik a Hír Televízió honlapján. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Sayonara, annyeonghi haseyo, namaste, viszontlátásra!